Peru külföldi segítséget kér a migrációs válság kezeléséhez. Több száz venezuelai menekült szeretne hazatérni Chiléből, Perun keresztül, de a perui kormány nem engedi áthaladni őket az ország területén. A családok ezért az Atacama sivatagban rekedtek ellátás nélkül. A chilei kormánnyal addig jutottunk, hogy egy technikai mechanizmus léptetünk életbe, amelynek segítségével ez a probléma megoldást nyer. Nem csak a mostani körülményeket kell orvosolnunk, egy regionális megoldást kell találnunk, így a szomszédos országok bevonása szükségessé vált. A határsában rekedt migránsok többsége nem szeretne Peruban maradni, csak egy humanitárius folyosó megnyitását kérik a továbbhaladáshoz. A sivatagban rekedtek többségét családok alkotják, ivóvíz és élelem nélkül maradtak.